Üdvözlet mindenkinek, M3 Autópark, egy Volkswagen Nyer, és egy kis ládikó tárol itt elénk. Ez egy Volkswagen Caddy-nek a dobozos részegysége. Az autó 98-as, 1.4-es benzines, hamar lejár a vizsgája sajnos, és a fő problémája az, hogy innentől kezdve már a vizsgája kicsit nehézkesebbé fog válni, hiszen az autónak az alján vannak erős korrózió nyomok, és megpróbálok így alánézni. Tehát találunk rajta ilyeneket, ezt le kell vizsgáztatni, és ezt így szerintem legtöbb helyen azért nem szívesen engedik át, hogy ilyen korrózióval, tehát az autón mindenféleképpen kell majd javítgatni az alján. Így kívülről szerintem egy ilyen kis szaladgálós futár, szerviz, bármilyen autónak, kis üzletnek azért el lehet képzelni az autót. A belső azért viszont elég szép volt, ugye a raktere is elég kulturált volt, itt az ajtókárpit is teljesen szépen rendben van. Amúgy egy ilyen plüskárpitos ülés van benne, viszont van benne szervó kormány, ami szerintem így jó dolog, hiszen ebből már annyira nem sok szervós. Megpróbálom beindítani, tehát az aksi jó, az önindító jó, és a motor szépen jár benne, ez az, ami biztos. És ugye mondottam, hogy a szervós. Két kulcsa van az autónak, ezen kívül más extrát itt az autóban nem nagyon lehet látni. Van ugye térelválasztom, de ezt előbb láttuk, onnan hátulról. És akkor meghallgathatjuk ezt az 1.4-es 60 lovas motort. Ez egy jó kis elnyűhetetlen benzinmotor, régi konstrukció, de ettől függetlenül tökéletesen, szépen, normálisan jár az autóban. Be is csüktem a motorháztetőt. És akkor így néz ki az autónk szemből. Tehát egy vizsgára felkészítés után az autóval lehet szalgálni. Amúgy műszakilag ő rendben, a fék futómű váltó az úgy teljesen korának megfelelő állapotú és karbantartású szerkezet. A többi már az önök dolga, remélem sikerült meggyőzöm önöket, hogy eljönnek hozzánk itt az M3 Autóparkba, Budapest 15. kerület, Szent Mihály út 90 számba vagyunk. A viszontlátásra!